A Hotel Panga a Nyíregyházi Állatpark területén egy 30 hektáros erdő szélén fekszik, közvetlen összeköttetéssel az állatparkkal. A szálloda ökocentrumként is funkcionál, a 38 szobája pedig mind egy-egy állatról szól. Kovács Ferenc polgármester a díj bemutatását követően arról beszélt, hogy a különleges helyen létrehozott különleges szálloda méltán nyerte el a díjat. Ez egy nagyon nagy elismerés a hotelnek, és mindazoknak, akik ezt létrehozták, a tervezőnek, a kivitelezőnek, a polgármesteri hivatalból kialakított projektmenedzsmentnek, én azt gondolom egész Nyíregyházának. Ilyen elismerést még soha nem kaptunk, hogy a szálloda kategóriában egész országban folyt a verseny, első díjat nyert a Pangea Hotel, és én azt gondolom, hogy ez visszaigazolja azt, amit gondoltunk. Hát 2015-ben született meg az ötlet, aztán megvettük a telket, mert az se volt a városi, és utána a források megszerzése után indult a tervezés, ami szintén egy csapatmunka volt. A hotelt a Nyíregyházi Állatpark üzemelteti, közel 30 fővel vesznek részt a napi feladatok ellátásában. Az állatpark igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a díjat a szálloda létrehozásában és az üzemeltetésében dolgozók közös elismerésként kapták. Fontos volt, hogy jó embereket találjunk, és megtaláltuk a jó embereket, és fontos volt, hogy aztán ezeket az embereket csapattá kovácsoljuk. Én úgy gondolom, ez megtörtént, itt mindenki jól érzi magát, és hát az eredmények ezt jelzik, mert hogy a vendég is elégedett, és akkor remélem, hogy levonhatjuk azt a következtetést, hogy a dolgozók jól dolgoznak. Az igazgató az első üzleti év eredményei között kiemelte, hogy a hotel kimagaslónak számító 65%-os kihasználtsággal működött az első évben, a jövő tavaszi időszakra pedig már most teltházas a szobák előjegyzése.